Sziasztok, nevem Gábor Lázs, itt a Harman Kardonnál vagyunk, ahol az új Omni 10 hangszórókat mutatták be, van egy Omni 20 plusz is, meg egy Omni 50 plusz is, ez itt az Omni 10 plusz, plusz azért, mert kívülről ugyanúgy néz ki, de teljesen más szoftverre lehet most már használni, meg hardwareben is, belülről teljesen más, fehérben és feketében tovább van kapható, de most már akár Spotify-t, Google Cast-ot, meg más dolgot is lehet ezzel itt használni, és persze még mindig jól néz ki itt a basszus, és igazából szép a hátulján, meg 249 euróval nem is túl drága, mert nem kell extra dobozhoz, amely le tudjuk játszani a zenét. Ha nézzük a tetén, ugyanazok a gombok is vannak rajta, hangerőt lehet szabályozni, lehet simán itt most megnyomni a play gombot, és akkor elkezdi lejátszani a zenét, majd láthatok éppen zöld lett, és akkor elkezdi lejátszani a zenét. Ez most nem is olyan hangos igazából, de ezt persze még be tudnánk átadni fent is, vagy az appen is, és itt ki is lehet azt is választani, hogy most nem wifi-n álltak, hogy mondjuk lejátszani a zenét, hanem akár egy line-in-en is, ami persze ugyanúgy rajta van, hogyha egy MPM lejátszót csatlakoztatunk rá, akkor azt itt lehetne bedugni, hogy kömmel látható, be van éppen dugva a hálózatba, áram is van rá csatlakoztatva, és wifi-n át is lehet persze használni, nem kell feltétlenül kábellel itt hülyéskedni. Aksi persze nincs benne, úgyhogy ez csak otthonra lesz felállítható, de egy VPS gombbal könnyen tudunk a wifi-re csatlakozni, és még akár állványon is lehet használni, itt látjátok a kettő csatlakozást. Arra, az is nem néz ki majd rosszul. Fehérben is kapható, azt látjátok a háttérben, de nekem ez a nagyobb, sima, kicsi Omni 10 feketében tetszik, és az a különlegesség a pluszban, hogy persze nem csak a hangja jobb igazából, hanem most már lehet Spotify-ja is használni, amit látjátok itt a háttérben, hogy fut igazából, meg sok más dolga is, ami Chromecast-on meg sima Cast technológiával működik, de persze az eddigi funkciók is benne maradtak, de egy komplet új appet írt, meg a Harman Kardon Connect appet, amivel sokkal kényelmesebben és jobban lehet majd használni végre a Harman Kardon Omni sorozatot. A nevem Gábor Lázs, legközelebb én ne feledkezzetek feliratkozni a YouTube csatornámra, és sziasztok!